Szeretettel köszöntök mindenkit. Szeretném megkérni vezetőnket, tanítónkat, Szedlacsik Miklós mesterkócsot, boldogságspecialistát, hogy tartsa meg a mai napi előadásunkat. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szeretném megkérdezni, hogy ki az, aki nem elégedett azzal, amifelé halad a világ? Mi baj van a világ alakulásával? Hátrafelé halad, erkölcstelen? Etikátlan. Etikátlan. Sok az elnyomás. Sok az elnyomás. Kik csinálják az elnyomást? Van olyan, hogy háttérhatalom? Az nem csak összeüsküvés elmélet? Nem. Nem? Milyen jó valamire rá azt már elmondani, nem? Hogy összeüsküvés elmélet, nem? Valamit nevetségesé akarnak tenni, akkor ráfogják, hogy összeesküvés elmélet, nem? Kik fogják rá? Hát pont azok, akik benne vannak, az illetékesek, így van. Így van. Tehát, hogy az emberek ne higgyék azt, hogy van egy háttérhatalom. Pedig van. Szerinted mi várható, ha ebbe az irányba halad a világ tovább? Hát ugye sokan azt gondolják, hogy majd, mit tudom én, jön Jézus, aztán újra születik, vagy mit tudom én, lejön, és megoldja ezt a kérdést. Létrehozza Jézus királyságát, és akkor megoldja a bolygón. Csak azt tudnám, hogy mi lesz azokkal, akik ugye nem Jézusban hisznek, hanem az emberiség nagy része az más vallású, az nem keresztény. Tehát az emberiség többsége az nem keresztény. És aki nem hisz Jézusban, akkor azoknak hogy lesz a királyságnak? Akkor az más jön. Nekik, mit tudom én, mondjuk Allah jön, nem? Vagy mit tudom, Síva, vagy valami ilyesmi hasonló, nem? Vagy mit tudom én, kicsoda, mindegy. Szóval, vagy vannak, akik azt gondolják, hogy majd jönnek az UFO-k, nem? Vagy a Földön kívüliek? Ezt megoldják ezt a kérdést, nem? Vagy mit tudom én, magától a bolygó rezgés az fölemelkedik. Csak úgy magától. Igaz, hogy az emberek rezgése az romlik, tehát csökken, de a bolygó rezgés az emelkedik magától. Sőt, már azt olyanokat is mondanak, hogy már felemelkedett, vagy folyamatosan emelkedik a bolygó rezgése. Hát a bolygó rezgése, ugye az tőlünk függ, emberektől. Ha az emberek rezgése csökken, akkor a bolygó rezgése is csökken. Hát az emberiség rezgése az teljes egészében kihat a bolygó rezgésére. Ugye én elég régen foglalkozok olyan dolgokkal, például olyannal is, hogy hol vannak ilyen természeti katasztrófák. És ott, ahol vannak természeti katasztrófák, ott rá kellett mindig jönnöm arra, hogy ott azért jött létre természeti katasztrófa, mert az embereknek olyan volt a gondolkodásuk, hogy a gondolkodásuk, a negatív gondolkodásuk által létrehoztak azon a környéken természeti katasztrófát. Tehát a negatív gondolkodásuk az kihatott a környezetükre. Ezt egyébként meg lehet figyelni az egyes egyén esetén is. Nem is kell egy család, egy egyén. Mit tudom én, egy egyén él egy lakásban vagy egy házban, egy egyén, mondjuk egyedül él, és amilyen a rezgése, a hangulata, a hangulatából fakadó rezgése, az kihat a tulajdonára, amiben él, és a tulajdonában lévő tárgyakra. És milyen mértékben hat ki, vagy milyen irányban? Ha nem jó állapotú, akkor
nem jó állapotban vannak a tulajdonában lévő tárgyak, eszközök. Ha jó állapotban vannak, akkor jó állapotban vannak a tulajdonában lévő tárgyak, eszközök. Na most, hogyha az egyes egyén hangulata kihat mondjuk az ingatlanjára és az ingóságára és az eszközeire, akkor 8 milliárd ember közös hangulata, közös rezgése, átlag hangulata, átlag rezgése, az nem befolyásolja a bolygó rezgését. Hát a bolygó az az otthonunk, ha egy egyén otthonára hatással van az ő saját hangulata és az ebből eredendő rezgése, akkor a 8 milliárd embernek az otthona a bolygó, teljes egészében a mi hangulatunk általi rezgés hat ki a bolygó rezgésére. Tehát ha mi embereknek romló hangulatunk van, ezáltal csökkenő rezgésünk van, akkor a bolygónak is csökkenő rezgése van. Na és ez egy nagy probléma, nagy gond. Mert ha csökkenő rezgése van a bolygónak az emberiség által, akkor minden negatívan hat. Na most múltkor kérdezték tőlem, mit tudom én, valakinek megbetegedett a macskája, és hogy az vajon mutat-e valamire? Hát rögtön mondtam, hogy a gazda, a gazdára vezethető vissza, ha a gazda olyan állapotban van, akkor örüljön, hogy nem ő betegedett meg, hanem a macskája. Tehát a macska utal arra, hogy neki miben kellene másként működnie, cselekednie, mit kellene másként tennie, stb. Stb. Tehát az ember hangulata az még a saját házi állataira is kihatással van. Tehát itt tudom én mondjuk, régen mondjuk megbetegedett valakinek a disznója vagy a tehene, akkor az visszavezethető lett volna, vagy visszavezethető volt, ha esetleg ez valamilyen szinten értettek ott a családban, visszavezethető lett volna tehát a gondozójának a hangulatára, mert nem az egész család, hanem mindig a gondozója. Ugye itt a macska esetében is, ki gondozza azt a macskát, ugye mondjuk a családból, arra vezethető vissza az állatnak a betegsége. Hát vagy mondok példát, mit tudom én, mondjuk megbetegszik egy kisgyerek, mondjuk 7 éves korig. 7 éves korig egy gyerek betegségei teljes egészében arra a személyre vezethető vissza, aki leginkább gondoskodik a gyerekről. Tehát aki leginkább a gyerekkel van, akitől leginkább függ a gyerek. Ez általában az anya. Persze, kellemetlen dolog szembesülni egy olyannal, hogy mondjuk valakinek van egy gyereke, és megbetegszik a gyerek, és annak az anyának kellemetlen dolog azzal szembesülni, hogy ő neki kellene valamit másként csinálni, vagy más utat járni, mert valamit nagyon nem jól csinál, és a gyerekben mutatkozik meg ez a helytelen viselkedés, helytelen cselekvés, vagy nem helyes úton járás. Ugye persze, hát kellemetlen, mert az egóját hát az embernek azért nagy mértékben sértheti esetenként, hogy hát de hát én mindent olyan jól csinálok, mert ugye az egó ezt mondja az embernek, hogy hát ő tökéletes az ember, és mindent szuperul csinál. Hát hogyha mindent szuperul csinálnál az életedben, akkor minden úgy működne, mint kés a vajban. Minden úgy működne. Tehát ami azt jelenti, hogy az életed minden területe sínen lenne. Hát milyen területek vannak az életben, nézzük meg gyorsan. Hoppá.
van 10 terület, hát nyilván minden belőled indul ki. Az első terület az önmagad. Hát hogy képes legyél jól bánni önmagaddal. Vajon ez fontos terület, hogy az ember jól bánjon saját magával? Hát ha magunkkal nem tudunk jól bánni, akkor hogyan várjuk el azt, hogy mondjuk jól bánjunk a párunkkal? Ha még magunkkal se tudunk jól bánni. Hát minden belőlünk indul ki, nem? Minden belőlünk fakad. De az is fontos, hogy az embernek, ha van párja, akkor jól tudjon bánni a párjával, nem? De úgy is lehetne mondani, ha nincs párja, akkor jól bánjon az ellenkező nemmel, mert ha az ellenkező nemmel jól bánik, akkor hamarabb tud magának párt szerezni. Nem? Hát nagyon egyszerű. Na most az, hogy az ember jól bánjon mondjuk saját magával, kell hozzá tudás? És azt innen a kis ujjból ki lehet szopni? Nem igazán, nem? Hanem a tudásnak utána kell járni, nem? Az se esik, szakad az ember fejére, nem a tudás, csak úgy magától. Utána kell járni. Az, hogy az ember jól bánjon az ellenkező nemmel, hát azt se tudjuk az ujjunkból kiszopni. Annak is utána kell járni, nem? Hát egyáltalán ott kezdődik, hogy igénye legyen az embernek arra, hogy legyen olyan tudása, amelyből azt kapja, hogy megtanulja, hogy hogyan bánjon önmagával. Nem? Ez az alapvető dolog. Mert mondhatja valaki, hogy nekem nincs szükségem arra, hogy tudjak az ellenkező nemmel bánni, mert nem akarok magamnak párt. Kész. Pont. Nem? De olyan, hogy önmagával kapcsolatos tudásra nincs szüksége valakinek, hát azt úgy hívják, hogy halott. Nem? Nem, azt úgy hívják, hogy halott. Nem ego, az úgy hívják, hogy halott. Tehát minden élő embernek szüksége lenne arra, hogy legalább magával tudjon bánni, nem? Most gondoljuk végig, hogyha találkozol egy olyan emberrel, és azt mondja, hogy neki nincs szüksége az önmagával való bánásmód tudására, hát arra mit fogsz mondani? Magadban, nyilván nem neked, mert, vagy nem neki, mert nyilván annyira jó nevelt vagy, hogy nem fogod neki elmondani, amit gondolsz, de mit gondolsz akkor magadban róla? Így van, kiállított magáról egy bizonyítványt, hogy ó, Istenem, szegény ember. Na? Hát eléggé együgyű. Nem ezt mondanád magadba? Szó szerint. Vagy nézzük meg, mondjuk, ha valakinek van szüleje, hogy jól bánjon a szüleivel. Okozott-e már neked gondot a szülőd? Szerintem mindenkinek, nem? De ha egy kicsit jobban bántál volna vele, akkor kevesebb gondot okozott volna, nem? Vagy kisebbet. Tehát az is fontos, ha az embernek van még szüleje, hogy jól bánjon vele természetes módon. Hát ha valakinek van gyereke, az is fontos lenne, hogy jól bánjon a saját gyerekével, nem? Tehát a teremben kinek van gyereke? Gyerek? Gyerek? Oké. Okay. Fontos, hogy jól bánjunk vele? Persze. Hát nyilván elsősorban a gyereknek fontos, de
hogy jól bánjon vele a szülő, de a tudás nélkül a szülő nem fog tudni jól bánni a gyerekkel, nem? Persze megint mondhatja valaki, hogy gyerekem, nincs gyerekem, nem kell megtanulnom, hogy hogy bánjak a gyerekkel, nem? Mert nincs. Na nézzük tovább. Ötödik terület, másokkal, ez más embereket jelent. Tehát nem gyerek, nem szülő, nem pár, hanem mások. Persze itt is mondhatja valaki, hogy nekem erre ilyen tudásra nincs szükségem. Miért? Hát mert otthon be vagyok zárva, bezárom magam a lakásba, és lefütyülöm az embereket, nem? Hát igazából, hát nem tudom, szerintem a lakosság azért nem nagy százaléka ilyen, nem? Tehát elég kis százaléka olyan, hogy ki sem mozdul, emberekkel nem is kommunikál, nem is találkozik. Tehát igazából nincs szüksége arra, hogy másokkal bánjon. De valaki azt mondja, hogy nekem nincs szükségem olyan tudásra, vagy plusz tudásra nincs szükségem, hogy hogyan kell az emberekkel bánni, hát arról megint csak mit lehet mondani? Jaj, szegény, eléggé együgyű. Mert megint ezt ugye, mint jó nevelt az ember, nem mondja neki, hanem magába gondolva. Nem így van. Tehát az, hogy az ember önmagával, ebből az öt pontból eddig kettő olyan van, amire nem lehet azt mondani, hogy nem kell tudni jól bánni. Ez az egyes meg az ötös. Nem? Tehát önmagunk az mindig kéznél van, nem? Hát azt valahogy nem tudjuk otthagyni. Ez valami olyan, mint az árnyék, nem? Mindig jön utánunk. Tehát önmagunk az mindig van. Másokkal is azért szoktunk találkozni. Tehát ez a két dolog, önmagunk meg mások, erre nem lehet azt mondani, hogy ebben nincs szükség tudásra. Én az önmagával való foglalkozást az 91-ben kezdtem, tehát 91-ben, és a másokkal való foglalkozást is 91-ben kezdtem. Az akárhogy nézem, 28 éve. Tehát több mint negyed százada. És van mit tanulnom ezen a területen még mindig. És akkor azt mondja valaki, hát biztos, mert nehéz fejű vagyok, ezt nehezen tanulok, nem? Azt azért azt szeretném mondani ezzel kapcsolatban, hogy sokkal gyorsabban és sokkal könnyebben tanulok, mint valaha. Sokkal könnyebben, gyorsabban, mint mondjuk gyerekkorban. Bármikor. Na most, onnantól kezdve nem feltétlenül lehet azt mondani nekem, hogy azért kell még tanulnom önmagammal való és a másokkal való bánásmódot, mert ilyen nehéz fejű vagyok. Hanem azért kell, mert ez a terület egy olyan, amit egész életen át lehet tanulni. Mind a kettő. És ha ezt mondjuk nem 28 éve, hanem 80 éve tanulnám, akkor is azt mondanám, hogy még mindig van mit tanulni ezen a területen. Érted? De hát persze lehetnek olyan emberek, akik úgy gondolják, hogy ó, hát ők mindent tudnak, úgy születtek, hogy mindent tudnak. Igaz, hogy törült tudással születtünk, de ők mindent tudnak, érted? Mindent. Na nézzük tovább. Munkával kapcsolatos bánásmód, helyes bánásmód. Hát persze vannak a megrögzött munkakerülők, tudod, akik azt mondják, hogy ez a terület az az ellenségem. Tehát nem is akar a munkával bánni. Ugye ezzel kapcsolatban még viccek is vannak bizonyos népcsoportra vonatkozóan, tudod? Jó, tehát persze vannak olyan emberek, akik ilyen megrögzött munkakerülők,
De azért megint csak azt mondanám, hogy az emberek többségének muszáj dolgozni, nem? Vannak olyan, ugyanolyan emberek, akik szívesen élnek segélyből, de hát mégis a legtöbb ember azért dolgozik, vagy dolgozott, nem? Mert mondjuk nyugdíjas, de mellette még lehet, hogy valamit azért ügyködik. Tehát a munkával való helyes bánásmód azt jelenti, hogy minél többet kihozzál a munkádból. Ma a legtöbb ember úgy dolgozik, hogy majd beleszakad a munkába, és mégis valahogy kevés az az eredmény, amit a munkájából ki tud hozni. És itt most ne csak a pénzre gondoljatok, hanem mondjuk szabadságra gondoljatok, a munka szeretetére, tehát annak az adott munka szeretetére is gondoljatok. A napi szabadságra is, tehát ami azt jelenti, hogy nem látástól vakulásig. Jó, szóval minél inkább hozzon ki az ember, minél többet a munkájából, minél könnyebben. Na most ezáltal megint csak azt tudnám mondani, hogy az emberek többségét érintő kérdés. Mert az emberek többségét vagy érinti, vagy érintette. De lehet, hogy még valamilyen szinten mindig érinti. Fontos, hogy tudjon az ember bánni a pénzzel. Hát főleg a mai világban, ahol azt akarják az embernél elérni, hogy többet költsön, mint amennyit keres. Vagy nem így van? Tehát ha valaki azt gondolja, hogy nem így van, akkor nem tudom, mi ez a sok reklám. Nem? Hát a reklám vásárlásra ösztönzi az embereket, nem? És ha megnézed mondjuk a bevásárló központokat, akkor azt látod, hogy ha mondjuk éppen már vége a rendes munkaidőknek az embereknél, akkor tel is tele van a bevásárló központ. Bár lehet azt mondani valaki, hogy most hát nincs otthon neki légkondi, azt oda megy hűsölni, tudod, mert ott legalább légkondi is a bevásárlóközpont. Jó, de hát valószínű nem azért mennek az emberek oda, hanem azért, hogy hát ha vesznek valamit, egy mit tudom én, hanyadik olyan valamit, amire igazából nem volt szüksége. Hát a pénzzel való bánásmód az azt jelenti, hogy jusson is, meg maradjon is. De ide tartozik az, hogy képes legyen az ember megteremteni a pénzt. Pénzteremtésről is szól. Tehát onnan indul ki, és odáig tart, hogy a pénz az pénzt hozzon. Munka nélkül. Jó, tehát toll, teremtés, és hogy a pénz az magától fia. Jó? Tehát odáig jut a pénzzel való bánásmód. Hát ugye mondhatja azt valaki, hogy hát engem nem érdekel a pénz, de azért kevés olyan ember van, akit nem érint a pénz, nem? Főleg itt a kis hazánkban. Amit ezt a szót is már végig kellene gondolni, mert nem biztos, hogy kis hazánk, mert Európában már mióta ugye kapitalizmus van, azóta sokkal több kisebb ország van, mint előtte volt, nem? Mármint mi tőlünk kisebb. Hát fontos az, hogy az ember jól bánjon a környezetével, nem? Hát miért fontos? Hát most gondolj bele,
Egy olyan világban élünk, amit úgy hívnak, hogy fogyasztói társadalom. A fogyasztói társadalomban az emberek sokkal többet fogyasztanak. Most ne a kajára gondolj, bár abban is, de a fogyasztási cikkekre gondolj. Mondok példát. Régen, mit tudom én, volt olyan, hogy ruha szempontjából, cipő ruha szempontjából, hogy téli divat, tavaszi divat, nyári divat, őszi divat. Nem? Hát egy évben max 4. Az lett abból 12, most meg már állítólag 16 van egy évben. 16 divat. Tehát ha divatolni akar valaki, akkor 16-szor kell lecserélni egy évben a ruhatárát. Komolyan? Mert egy évben 16 féle divat van. És mondom, biztos, hogy vannak olyan emberek, akik követik a divatot. Na most képzeld el, annak, hogy olyan dolgokat vásárlunk, amit egy idő után igazából nincs is elhasználva, és ki kell dobni, annak azért gondold végig, hogy a környezetre milyen hatása van. Milyen környezetkárosító hatása van annak az iszonyú sok terméknek, amit az emberek ezáltal, hogy már nem használnak, mert új van helyette, mert ugye az a módi, hogy újat, 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 a régit meg dob ki. Milyen környezetkárosító hatása van azt a rengeteg hulladékkal, mit csinálnak? Most például olyanokat csinálnak, hogy elviszik a szegény országokba. Nem tudom, tudjátok-e. Fogják és elviszik a szegény országokba, és ott lerakják. És a szegény országokban lévő emberek egy jó része abból él, hogy ott guberál. És értékesíti a hasznosat belőle. Hát jó, csak éppen nincs feldolgozva, amit nem tudnak utána újra hasznosítani. Az nincs feldolgozva. És ott van, nő a szeméthegy a szegény országokba. Ez jellemzően afrikai országok, meg ázsiai. De inkább afrikai, mert ugye Afrikában vannak a legszegényebb országok. Na most, tehát lassan, mit tudom én, a szeméthegyek tetején fognak élni az emberek bizonyos területeken. Na most a szemét az azért ilyen bomló valamiket eredményez egy idő után, meg mindenféle olyan állatokat is eredményez, amelyik esetleg betegséghordozó. És akkor ugye, mivel most már lehet egyik pillanatról a másikra szinte a kontinens egyik részéről a másikra eljutni, vagy egyik napról a másikra, inkább úgy mondanám, tehát gyorsan tudnak az emberek közlekedni, ezért ugye az olyan betegségek, ami esetleg előtte nem is voltak, mert nem volt mondjuk ilyenfajta működésünk, ezáltal pillanatok alatt át lehet hordani a betegségeket a bolygó másik felére. Tehát elég komoly problémát jelent maga a fogyasztói társadalom a bolygóra nézve, és az emberiségre nézve. Na most, hát ha jobban megnézzük, a környezetünkkel való helyes bánásmód alapvető része, tudod, mi lenne? Hogy a fogyasztói társadalomnak mutass egy ilyet. Érted? Tehát ne kövesd és ne dőlj be a reklámoknak. Az lenne az első lépés. És ne divatolj.
Oké? Tehát lényeg az, hogy ne fogyassz, azért, mert más fogyaszt, és téged az irritál, hogy neki a legújabb cuccai vannak. Érted? De sok ember így működik, hogy irritálja, hogy másnak a legújabb cucca van, ezért ő is megveszi a legújabbat. Hát megmondom őszintén, én ezekre ezzel kezdődik és okkal végződik, ket szoktam mondani, és rá. Jó, tehát, hogy kinek milyen van. Oké, és kinek milyen új dolga van. Tehát a környezettel kapcsolatban az lenne a legjobb, hogy valami olyasmi fajta működése lenne az embernek, mint mondjuk a szocializmusban volt. Tehát gyakorlatilag nehogy azt mondta, hogy pucosan kellett járnod, mert nem volt ruhád. Nehogy azt mondta, hogy nem volt mit enni. Nehogy azt mondta, hogy nem volt fedél a fejed fölött. Érted? De nem volt túlfogyasztás. Világos az? Tehát attól, hogy Magyarország lélekszáma nem nőtt, hanem csökkent, hát nem tudom hányszorosát fogyasszuk annak, mint mondjuk a szocializmusba fogyasztottuk. Érted? Na most ami azt jelenti, hogy annyival többet pazarlunk és szennyezzük a környezetet. Ha például mondjuk éghető dolog, amit el lehet vinni, és elégetik mondjuk a szemétégetőbe, az is környezetszennyező, még ha szűrő is van rajta. A szűrő az nem oxigént enged át. Oké? Na nézzük a következőt. Tehát az, hogy vissza ide a nyolcas, hogy az, hogy az ember jól bánjon a környezetével, az ott kezdődik, hogy az egyén tudatosodik azzal, hogy ne termeljen túl sok szemetet, nem? Nézzük tovább. Hatóságokkal. Persze ez a terület, ez a 9-es, ez nem érint mindenkit. De mi van, ha érint? És akkor átbízod magad mondjuk egy ügyvédre. Aha. Az ügyvédnek meg nem te vagy a fontos, hanem a pénzed. Ami azt jelenti, hogyha bármilyen peres ügyed van, mindegy, hogy polgári vagy büntető, ha te nem tudod a jogszabályokat, akkor legtöbb esetben úgy el fognak kaszálni, hiába van ügyvédet, mint a húzat. Tehát ezért ugye fontos, hogy a hatóságokkal jól tudjon bánni az ember, és azt lássa például mondjuk egy hatóság, hogy te nem csak tehát nem csak betartod a törvényeket, hanem ismered is a törvényeket. Érted? Tehát ismered is. Hát nyilván azt tudja betartani, aki ismeri, nem? Hát most mondok példát, jó? Elég sok olyan embert ismerek, aki próbál kiskapuzni. Tehát vannak jogszabályok, törvények, és próbálja valahogy ilyen kikerülni azokat a szabályokat. És akkor én azt látom, hogy ha az ember az egyenes úton halad, és olyan módon működik, hogy nem véd semmilyen szabály,
ellen, akkor érdekes módon még az élete is jobban alakul. Nem kicsivel jobban, hanem sokkal. Főleg, ha az ember olyan területen működik, ahol valamilyen vállalkozói területre téved az ember, ott igazán hajlamosak az emberek arra, hogy próbáljanak kiskapuzni, és próbáljanak ilyen bízni abban, hogy hát ha azt a szabásértést nem találják meg. Soha nem ez a megoldás, hanem az, hogy mindig az egyenes és a tiszta utat választ az ember, mindig az a megoldás. És akkor nézzük a tizedik területet. Jól bánjon az ember a teremtőjével. Megint azt mondja, mondhatja valaki, hogy hát nekem nincs. Erre megint mit lehet mondani? Tudod, ugyanúgy, mint az egyesnél, vagy az ötösnél. Szegény együgyű. Tehát akkor, ha neked nincs teremtő, akkor a majomtól származol. Hát körülbelül annyi eszed is van. Nem? Mert én kikérem magamnak, hogy a majomtól származok. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel a kérdéssel? Remélem, ti is kikérjétek magatoknak. Ő nyugodtan, aki azt gondolja, hogy neki nincs teremtője, származhat a majomtól. El tudom fogadni. De mondom, körülbelül annyi esze is van, mint a majomnak. Ha egy kicsit valaki tanulmányozta azt a kérdést, hogy evolúció. Az evolúcióban nincs olyan, hogy mit tudom én, egy egysejtűből, majd szépen lassan az évmilliók során, majd lesz belőle egy értelmes lény. Az egysejtű, az egysejtű marad millió évek múlva is. Legfeljebb, mit tudom én, külalakra megváltozik. De ez akkor is egysejtű marad. Még az sem elképzelhető, hogy mondjuk egy egysejtű, az fogja és évezredek, vagy évszázezredek, vagy évmilliók során, mint a madár lesz belőle. Az evolúció részeként. Simán fejlődik. Eldönti az egysejtű, hogy hát én most mi legyek, emlős, vagy hüllő, vagy madár, vagy ember, vagy mi legyek. Ezt nem tudom, ki az a féleszű, aki ezt elhiszi. Mert én csak azt tudom rá mondani, hogy féleszű. Ha az ember ilyeneket végig gondol, akkor rájön arra, hogy egy egysejtű nem fog gondolkodni, és én most mi legyek? Nem tudom neked mi közöd a madárhoz. Tehát akkor a törzsfejlődésből, nem az evolúció révén, valamikor te madár voltál, nem? A hülyék szerint. Nem? Hát kikérem magamnak, nem te is? Lehet minket madárnak nézni. Annak lehet, de akkor is kikérjük magunknak, hogy valamikor mi madarak voltunk. Szóval, ami azt jelenti, hogy fogd már föl, hogy valaki teremtett. Oké? Hát most melyik a jobb neked? Most mondom, nem neked, aki tudod, hogy neked van teremtő, hanem mondom annak, aki úgy gondolja, hogy neki nincs teremtője.
annak mondom, hogy melyik a jobb neked? Hogy te az állatból származtál, vagy értelmes lények teremtettek. Hát ha valaki azt mondja, hogy hát nekem az a jobb, ha az állatból származok. Hát akkor megint csak azt tudom mondani, hogy szegény együgyű. Gondolkodjon az ember logikusan, nem? És akkor kitalálják emberek, ezt is megpróbálják elhitetni velünk, hát hitessék az anyjukkal, megpróbálják elhitetni, hogy az élettelemből létre lehet. Tehát létrejön az élet magától. Tehát az élettelemből magától létrejön az élet. És akkor próbálják ezt bebizonyítani kísérletekkel. Hát de basszus kulcs, ha bebizonyítják kísérletekkel, akkor ott volt emberi beavatkozás, értelmes lény beavatkozása, nem tudom, világos-e. Hát valaki, hát ott ülnek a kutatók, és kísérleteznek azon, hogy az élettelemből hogy lehet létrehozni életet. Eddig nem tudták megcsinálni, de feltételezzük, hogy mondjuk megtudják. Akkor nem jut eszükbe, hogy basszus kulcs, ez tőlünk jött létre. És akkor az emberek ilyenre nem is gondolnak? Tehát akkor kitalálják, hogy mit tudom én, a villámtól jött létre az élet, mit tudom én mibe. Ilyen baromságot. És akkor mondjuk létrejött a villámtól, meg a mit tudom én mitől, az egysejtű, érted? És akkor visszamegyünk ahhoz, amit az imént mondtam, az egysejtű gondolkodott, hogy mi legyek. Ember, állat, vagy mit tudom én, majom, vagy mi legyek? Emlős, vagy hüllő? Mi legyek? Ezt ugye nem tudja, nem lehet komolyan gondolni, ezt senki nem gondolja komolyan, hogy ez így van. Persze az nyilvánvaló, hogy mit tudom én, mondjuk az ember beavatkozott, összerakta a lovat meg a csacsit, és lett belőle összvér, de az sem magától jött létre, érted? Hanem úgy, hogy az ember beavatkozott. Hát most gondoljátok végig, egyetlen egy házi állat sem magától háziasodott. Az összes házi állatot az ember háziasította. Egy állat sem magától háziasodott. Még ilyen egyszerű dolgot sem tudnak az állatok maguktól csinálni az evolúció részeként. Evolúció részeként ki gondolta mondjuk az ősi tehén, hát én most házi állat akarok lenni. Ugye ezt nem gondolja senki komolyan. Tehát lényeg az, hogy mi teremtett lények vagyunk. Nem mi. Ezen a bolygón minden teremtett. Még az a kavics, amit most látszott kinn az utcán, az is teremtett. Tehát minden teremtett. A bolygótól kezdve minden teremtett. És az összes élő lény teremtett. Nyilván nem azt jelenti, hogy most kell teremteni az embert, mert fogta te úgy, jöttél létre, a tested úgy jött létre, hogy anyu meg apu összeadta azt, ami volt. És akkor anyu hordott 9 hónapig, azt megszülettél. Persze, ez nyilvánvaló, hogy így volt. De nem is erről van szó, hanem arról, hogy mi emberek hogyan kerültünk ide. Erről van szó. Tehát mi emberek teremtett lények vagyunk. De ha megnézzük például, mondjuk a
mondjuk miben különbözünk a kevésbé értelmes lényektől? Hát hogy gondolkodunk, nem? Hogy képesek vagyunk arra, hogy gondolkodjunk. Az állatok tisztán ösztönlények, az ember meg egy gondolkodó lény. Képes az ösztönein uralkodni, és az ösztönei felett cselekedni. Mondok egy példát, jó? Csináltak egy ilyen kísérletet, hogy egy kölyök gyerek, egy kisgyereknek, meg egy kölyök majomnak, tudjátok, van az a kirakós játék, ilyen gömbszerű, és akkor a különböző idomok vannak rajta, és bele kell rakni az idomokat. És ugye mindegyik idom csak egy helyen lehet belerakni. És kirakták a majomnak ezt a játékot, vagy kirakták a kisgyereknek ezt a játékot. A majom nem tudott vele mit kezdeni. A gyerek meg egy idő után szépen rájött, hogy az oda be lehet pakolni azokat az idomokat abba a gömbbe. Senki nem mutatta meg neki. Tehát a gyerek az képes ott gondolkodni, kilogikázni, hogy mit kell avagy csinálni. A majomnak nincs logikája. Az állatoknak nincs logikájuk. De akkor miben különböznek? Hát ha valaki azt mondja, hogy nem különbözünk az állatoktól, akkor ő nem különbözik az állatoktól, aki ezt kimondja. Ő nem is. De mi igen. Mi abban különbözünk, hogy van bennünk egy lélek. Most ezt a lelket, lélek kérdést is úgy keverik, mint a húzat, mert azt mondják, hogy mindennek van lelke. Ami azt jelenti, hogy a kőbe, bármilyen élőlénybe van lélek, nem léleknek nevezzük, hanem teremtői energiának. Tehát van benne teremtői energia. Teremtői energia bennünk is van, tehát ha nem lenne bennünk lélek, akkor is működnénk, csak nem tudnánk logikusan gondolkodni. Na most mivel bennünk értelmes lélek van, tehát olyan, mint energia szó, az nem régi keletű. Ezért a múltban magát az energia szót nem használták, mert nem ismerték. Ezért hasonló dolgokra ugyanazt a szót alkalmazták. Mondok példát, jó? A fényre. Tehát a fény, ugye, hogy fénylény például. Fénylény. Ugye az azt jelenti, hogy energia lény. De mivel ez a szó nem volt, hogy energia, ezért azt mondták rá, hogy minden, amiben energia van, azt mondták, hogy fény van benne. Tehát a múltban így fejezték ki. A jelenben ugye sok olyan szó van már, ami a múltban nem létezett. Például olyan szó sem létezett a múltban, hogy tévé, meg rádió, meg frekvencia, meg hullám. Milyen hullám, tudod? Most nem a tenger hullámra gondolok. Tehát sok olyan szó van, amit most már használunk, és megkülönböztetünk ezáltal dolgokat, de régen nem különböztették meg. Ezért például ugye az embert úgy rakták össze, hogy az ember három részből áll. Test, lélek, szellem. Jó, tehát ez megint, ugye így rakták össze régen. Ha az ember ezt jobban megnézi, akkor nem így kellene helyesen ezt összerakni, hanem test,
lélek, és akkor mondhatnánk, hogy tudat. Tudat. Jó, de a tudat is valahonnan fakad, és az pedig az elméből fakad, ezért ugye jobb lenne azt mondani, hogy elme. Tehát ugye, amikor azt mondják, hogy szellem, félreérthető, mert lehet azt mondani a szellem a lélekre, hogy egy szellem, meg lehet arra is azt mondani, hogy szellem, ha valaki jó szellemű, tehát tudatos. Ezért ugye ez sem fedi úgy a valóságot, hogy kellene. Ezért mi úgy csináljuk, ugye, hogy van egy testünk, van egy lelkünk, és van egy elménk. Jó, de hát most nem képzésről szeretnék beszélni, hiszen tartunk elég képzést minden szerdán és vasárnap. Szerdánként 18 órától, és vasárnaponként 15 órától, ez 3,5 órás képzések. Abba van egy díjmentes rész az elején, és utána pedig coach képzés. A coach azt jelenti, hogy ember és élet jobbító, és az egy szakma egyébként, ahol mindent tanulunk, ami az élet és az ember működésével kapcsolatos, mindent. Ha bármi olyan kérdésed van, ami az élet és az ember működésével kapcsolatos, és nem lelhető fel egykönnyen, tudásként, tehát nem olyan, hogy beírod a Google-ba, azt ott a válasz. Ha nem lelhető fel egykönnyen, akkor fölteszed nekem ezt a kérdést, és én 3 percen belül megadom a választ. Azért, mert lekérem a választ, és megkapom a választ. És utána én elmondom neked. De ha ennek utána lehet nézni mondjuk az interneten, akkor ott fogunk utána nézni, mert minek kellene lekérni, mikor a válasz ott van fenn az interneten. Szóval a lényeg az, hogy volt a házi asszonyunk, beszélt a képességeimről. Van egy ilyen képességem, hogy ami az élettel és az ember működésével kapcsolatos, és válaszként a fentiek tudnak válaszolni, akkor én megkapom rá a választ pillanatokon belül. Jó, tehát ezáltal ami tudásra van szükségünk, tehát volt szükségünk eddig, és lesz szükségünk a jövőben, azt mindent megkapunk a fentiektől. Ezzel vagyunk segítve, hogy átadjuk az embereknek azt a tudást, ami ahhoz kell, hogy az emberek képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni. Ahhoz, hogy az emberek szeretetben, békében és boldogságban éljenek, olyan szintű tudásra van szükségük, hogy képesek legyenek a céljaikat megvalósítani, képesek legyenek a problémáikat megelőzni, illetve megoldani, képesek legyenek minden élethelyzetüket helyesen kezelni, képesek legyenek ebben segítségére lenni másoknak is, és képesek legyenek az emberek szeretetben, békében és boldogságban élni. Együttműködve, békében és boldogságban élni. Ha az emberek békében és boldogságban élnének, már, akkor ezen a bolygón már aranykor lenne. De sajnos még nem szeretetben, békében és boldogságban élnek az emberek, ezért a bolygón nincs aranykor. Ennek az aranykornak 2035-ig kell beteljesülnie. Egy embernek legalább 9 évre van szüksége ahhoz,
hogy azon a szellemi fejlődésen átmenjen, ami által bekerülhet az aranykorba. Ez a szellemi fejlődés azt jelenti, hogy fel kell jutni a hatodik lelki szintre. A hatodik lelki szintre csak azok az emberek tudnak feljutni, nem azért, mert ez bárki számára leértékelő lenne, hanem ez egy szabály, ez egy törvény. Hogyha az embernek van saját szervezésű csapata. Tehát van olyan, vannak olyan dolgok, amit saját szervezésű csapat nélkül nem fogsz tudni megtanulni. Mondok egy élő példát, jó? Tehát mit tudom én, mondjuk van egy betegséged, tehát lenne egy betegsége. Ne azt mondjuk, hogy van, mondjuk lenne egy betegsége. Ha lenne egy betegséged, nem tudnál arra a betegségre ránézni, mert benne vagy. Világos ez? Mivel betegségbe vagy, ezáltal lement a hangulatod. Lement a rezgésed is. Ez akár mérhető is. Ezáltal elveszítetted a tudatosságodat, és képtelen vagy helyesen gondolkodni. Világos ez? Tehát az ember beteg, akkor képtelen helyesen gondolkodni. Kívülről kaphat segítséget természetesen, de te magad nem tudod megoldani, mert beteg vagy. Világos ez? Na most, ha mondjuk van egy csapatod, és a csapatodban van valaki, aki beteg, akkor onnantól kezdve nem a te hangulatod megy le, nem a te tudatosságod szűnik meg, hanem az övé. Viszont te a jó állapotod miatt rálátsz az ő betegségére, és pontosan a megoldásokat tudod majd. Érted? Ha nincs csapatod, nem tudod ezt megélni. Hiába élsz meg dolgokat, ha az ember benne van egy problémába, akkor olyan, mint mikor van az a mondás, tudod, hogy benn vagy az erdőbe, és a fától nem látod az erdőt. Tehát ahhoz, hogy lásd az erdőt, ugye azt kell mondani, azt szokták mondani, ki kell jönni az erdőből. Én nem azt mondom, hogy ki kell jönni az erdőbe. Fölé kell menni az erdőnek. Oké? Okay? Tehát fölé kell emelkedni az erdőnek, mert akkor látod teljesen az erdőt, ha azt elég mértékben fölé emelkedsz. Érted? A saját betegségednél ezt nem tudod megcsinálni. A saját problémáidnál ezt nem tudod megcsinálni. Akkor tudod ezt megcsinálni, ha a csapatodban lévő emberekkel történik valami. Érted? Akkor tudsz fölé emelkedni a dolgoknak, és akkor látsz rá a dolgokra. Egyébként is miért akarsz minden problémát magad megélni? Jó kérdés, nem? De most gondolj bele, 100 ember megél 100 problémát, akkor mindenki megélt egy problémát, nem? Vagy neked az kell, hogy te megélj 100 problémát? Hát akkor inkább azt mondom, hogy részvétem neked. Mert abból halál lesz. Mert az ember annyi problémát önmaga nem bír ki. Oké? Tehát azt értsd meg, hogy akkor tud az ember fejlődni, hogyha nem magának kell mindent megélnie. Érted? És ehhez saját csapat kell. Na most, úgy van kitalálva az egész képzési rendszerünk, hogy neked lehet saját csapatod,
Sőt, ez még dotálva is van, ha van saját csapatod. Mondhatjuk azt, hogy 2-3 tanulóval már ingyen van a képzésed. Oké? Sőt, ameddig ő itt tanul, te kapsz belőle részesedést a tandíjából, amit felhasználhatsz a te tandíjad javára, vagy kiszámlázhatod, és mint jutalékot fölveheted. És természetesen most nem 2-3 emberről, mert a csapat az nem 2-3 ember, hanem ha nagy csapatod lesz, vagy lehet természetesen, akkor sok ember tandíjából tudsz részesedni. És nem csak azokból tudsz részesedni, aki a te közvetlen tanulóid, akiket te szerveztél. Hanem bárki, aki a csoportodban van és tanuló, tudsz részesedni a tandíjából. Ez a csoport utáni részesedés, ez 4%-tól 28%-ig terjed. A közvetlen szervezés utáni jutalék pedig 32%-tól 72%-ig terjed, azoknak a tandíjából számolandó, akik benn vannak a csoportban. Jó? Tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag, ha létrehozol egy csapatot, nem kötelező, ez egy lehetőség, akkor sokkal gyorsabban tudsz fejlődni, sokkal, beleértve az anyagi helyzetedet is. Oké? Hogy például megszabadulj az olyan munkaterhektől, ami esetleg most a válladat nyomja. No, hát körülbelül ennyi fért bele itt az első részbe. A második részben hatékonyságról lesz szó, a hatékonyság coach képzés keretein belül. Ez egy teljesen új témánk, teljesen új. Én ugye tartok embereknek ilyesmi típusú képzéseket 2000 óta, és azóta ez egy teljesen új típusú képzés. Egyébként még egyszer mondom, az élet minden területére nyújtunk tudást és képességeket. Jó? A képzésünk, mint említettem, negyed hétig fog tartani, ha jól számolom, igen, negyed hétig. Köszönöm szépen a figyelmeteket, tehát 20 perc szünet után hatékonyságkocs, de visszaadom a szót a háziasszonyunknak. További jó tanulás mindenkinek, szeretlek benneteket, sziasztok! Szeretném megköszönni vezetőnknek és tanítónknak ezt a nagyon-nagyon érdekes előadást. És hát ilyenkor illik elmondani, hogy én miért is kezdtem el a Nyílt Akadémiánál tanulni. Hát ezért. Nincs olyan téma, olyan életterület, amire itt ne kapnánk választ, ne kapnánk tanácsot, ne kapnánk használati, alkalmazási technikákat és gyakorlatot is ehhez. Az én foglalkozásom természetgyógyász vagyok, ebben a szakmában az embereken csak úgy tudunk segíteni tartósan, stabilan, és ne jó effektus alakuljon ki, hogy meggyógyítjuk, következő probléma visszajön, mert meg kell tanítani az embereket élni, én ezt szoktam mondani, meg kell tanítani őket úgy kialakítani az életüket, hogy ők is tudják használni a tudást, és ezért kell nekünk tanulni, hogy megmutassuk az egy példának, vagy akár tanítani, hogy megmutassuk az embereknek, hogy csak így lehet élni ahhoz, hogy minden életterületük rendben legyen, és úgy is maradjon. Hát akkor most 20 perc szünet következik, és utána folytatódik a hatékonyságkócsal.